Az elmúlt hetekben nagyobb figyelmet kaptak a különböző megfigyeléseket végző szondákkal adatokat gyűjtő ballonok világszerte, miután vadászgéppel lőttek le több eszközt az Egyesült Államok és Kanada felett. Mi most egy olyan kőszegen földet ért meteorológiai ballon maradványát mutatjuk meg, amit egy olvasónk hozott be a szerkesztőségünkbe évekkel ezelőtt, és azóta a raktárban porosodott. Talán hihetetlennek tűnik, hogy a nejlonszatyorban lapuló ballon a leírások alapján akár 30 kilométeres magasság fölé is eljutott, mielőtt kidurrant vagy leeresztett. Ekkora magasság eléréséhez körülbelül 75-80 percre van szükség. A latexből készült rendkívül rugalmas és trapabíró ballon átmérője a stratoszférában uralkodó alacsony külső nyomáson a 10 métert is meghaladhatta. A kőszeg belvárosában megtalált szerkezet nincs jó állapotban. Kihagyjuk azt az iccert, hogy a címben rémisztgessük az olvasókat a fokozott robbanás veszélyre figyelmeztető felirat miatt. Ez ugyanis a ballonba töltött hidrogén miatt került rá a szondára. Fontos tehát, hogy egy leereszkedő ballon megtalálásának ne égő cigarettával a szájban örüljünk, mert utána nehéz lesz felvonni a szemöldököt csodálkozáskor, ha esetleg maradt még némi hidrogén a ballonban. Az automata ejtőernyőnek köszönhetően a szerkezet viszonylag lassan, körülbelül 20 km/órás sebességgel ér földet, azaz nagy kárt nem tud csinálni. A képen látott szondán nem találtunk konkrét cégre, szervezetre utaló jelzést, csupán angolul és németül szerepel rajta a figyelmeztetés a robbanás veszélyre. Az egyetlen kapaszkodó a 122-es hívószám, amit a szonda megtalálásakor értesíteni kellene, ez Ausztriában a tűzoltók hívószáma. Kőszeg pedig az osztrák határ mellett fekvő kisváros, így a ballon nagy eséllyel Ausztriából sodródott át Magyarországra. De nem kémkedésre használták a rádiószondát, hanem például hőmérséklet, páratartalom, légnyomás, szélsebesség és szélirány mérésére. Általánosságban az adatokat a szonda folyamatosan továbbítja a Földön telepített automatizált vevőkészülékekhez. Ez dolgozza fel és alakítja át az adatokat meteorológiai jelentésekké, amelyeket globális időjárási adathálózatba küldenek. A Földre visszatérő szondákat lehetőség szerint begyűjtik, de ha elvesznek, az sem okoz komoly veszteséget, és annyi veszélyt jelent, mint egy erdőben eldobott zsebrádió. Az egyik szondákat készítő vállalat az alábbiakat írja a weboldalán. Az ön által talált rádiószonda nem jelent kockázatot az ön számára. Ha a rádiószonda fedelén visszaküldési utasítás található, kérjük, kövesse azokat. Ha meg szeretné tartani a szondát, vegye ki és dobja ki az elemeket. Ha a készülékhez nem mellékeltek visszaküldési útmutatót és nem szeretné megtartani, akkor az elektronikus eszközök ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki. A ballon maradványait a háztartási hulladékkal együtt ki lehet dobni.